A Pécsi Polgári Szalon Egyesület is csatlakozott az Adni Jó jótékonysági akcióhoz, és felhívásukra jelentős pénzadomány gyűlt össze, melyet a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola egyik tanulójának, Krecsmári Laura Noémi és családjának adtak át. Fontos szempontnak kellett megfelelni, hogy az iskola vezetése Noémit jelölje. Magatartás, szorgalom, a 8 éven át való kiemelkedő munkája, a hátrányos helyzete, az, hogy édesanyja más városba kellett, hogy költözön, hogy jobb életfeltételeket tudjon biztosítani a gyermeknek, ezért a nagyszülők nevelik a kislányt. A Laura nagyon szorgalmas, tisztelettudó kislány az iskolába, és ahogy mondtam is, a méltatásban hű maradt az iskolánkhoz, beköltöztek a belvárosba, de innen is minden nap kijár hozzánk az iskolába. A Pécsi Polgári Szalon Egyesület egy gyermek és családja karácsonyát szerette volna szebbé tenni, akkor, amikor felhívást tett közzé az Adni Jó program kapcsán. Ennek hatására sokan adományoztak, mondta Lengvászki Attila, az egyesület elnöke. A Polgári Szalon szellemiségétől nem idegen, sőt, mondhatni azt, hogy az egyik nagyon fontos gondolat, küldetés, hogy más embereknek, a pécsieknek segítsen. Így örömmel csatlakoztunk be most már második éve a Rotary Klub kezdeményezéséhez, amikor egy kiválasztott és arra érdemes, tehetséges fiatal diákot tudunk támogatni, aki nehezebb körülmények között élt eddig, hogy egy kicsit szebb legyen a karácsonya. A Rotary Klub Pécs 2014 óta rendezi meg Pécs városában a Rotary Adventet, amely a város egyik legnagyobb jótékonysági eseményévé nőtte ki magát az évek során.